Hétvégén rendezték meg a hagyományos Szárnyas Sárkány Fesztivált a nyírbátori Papokrétjén és a város történeti sétányon. Az utcaszínházi találkozón több hazai és külföldi társulat előadását is láthatták, valamint bábjátékok, cirkuszi produkciók és koncertek is várták az ide látogatókat, idén már 23. alkalommal. Elindultunk 93-ban, és akkor azt gondoltuk, hogy ez egy egyedi alkalom lesz, hogy csinálunk egy ilyen utcaszínházi fesztivált, és azért ezt választottuk, mert Nyírbátor abban az időben nagyon híres volt ugye a komoly zenei ügyeiről, itt volt egy nemzetközi zenei tábor, és a képzőművészet is elég erős volt. A többnapos fesztivál évről évre több ezer vendéget vonz, így a város életében is fontos szerepet játszik. Nyírbátornak nagyon fontosak a nyári fesztiválok, hiszen egy kulturális kisváros életét, idegenforgalmát, mindennapi életét meghatározza az, hogy milyen színvonalas és milyen produkciók valósulnak meg azokban a nyári hónapokban, amikor több százezer turista látogat a városba, és éppen ezért igyekszünk évről évre minél tartalmasabb, minél hosszabb időt felölelő többnapos fesztiválokat rendezni. A Szárnyas Sárkány Fesztivál is egy ilyen fesztivál, amely már 23. éve rendezi meg a város. A rendezvény kísérő programjaként Szemár Rihárd fotográfus a Fesztivál Fotós Álma című kiállítását nézhették meg a látogatók, aki az elmúlt 21 év kulisszák mögötti pillanatait örökítette meg. A rendezvény vasárnap késő este fesztivál záró fényünneppel ért véget.